Nagyon jó reggelt kívánok mindenkinek. November 13-án. Kicsit felhős reggelünk van. Nem hűvös, ha nagyon hűvös nincsen. Nincs rossz idő. Nincs rossz idő. Tokolunk el már ma. Indítsunk egyet. Indítsunk egyet. Csak érdekeseként hívom fel, én ezt szoktam mindig püszijátéknak hívni, az ilyen műszerfalakat. Na mit van? Nem tudom mennyire látszik. Akkor az ember bekapcsolja a gyújtást és ilyen csili-vili. Mondjuk nagyon, ez a panel egyébként nagyon németes, nagyon összeszedett németes. De amikor elhagyja a gyújtást az ember, akkor nagyon-nagyon-nagyon karácsonyfa dísz. Hogy végig ellenőrz minden lámpát. Ugye? Ezt tudom olyan paraszvakító csili-vili tűzjátéknak hívni. Na mindegy. Hadd ellenőrzze végig magát. És akkor.
Death level. Okay? Yeah, okay, with a shovel. Okay, that is level 2, yeah. Okay. That is no problem, right? Yeah, yeah, okay. Death level, okay. Itt sóvel, je?
Reggelim, több csapás irányon halad. Ez valami border szalámi. Milk protein van benne. Ja. Ugyan miért jó, azt nem tudom. Miért jó a milk protein. Ez az egyik fő csapás irány mai reggelinnek. Nézzük meg. Amúgy is olyan protein szegény vagyok. Látszik rajtam, hogy kevés proteint viszem magamba. Őzem, hogy be van szakadva a mellyem. A proteint hiányzom. Ez nagyon jó kis puha szalámi. Kellemes fűszerezésű. Nagyon jó fűszerezésű. Puha ráadásul. Jó. Jó. Finom.
Múlvárról tudnak valamit. Érdekes, hogy semmilyen szalámiút nem kerek. Mindenki lapított. Valami miatt. Nem is lehet ebből többet. Mert mint mondtam, hogy több csapás irány van. Pontosabban három csapás irány haladunk, ez most jön a második. Egy különleges nápolyi karamelles, karamellizált nápolyi karamell krémmel töltve. Én ezt tejfölre fogom megenni. Magyar tejföl eltűnt a töröttnél, mert a tej nem láttam már régóta. Na nézzük. Nézzük. Hú, adja mindenit. De jó az nápolyuk. Kiváló. Kiváló, kérem szépen. Tibi volt a csapat, jött egy dózás, egy dömperes sávó. Meg egy művezető. Itt ismert már ennél a cégnél már többször dolgoztam vele. Ha van ember, akkor azt lehet mondani, hogy egy idegbeteg seggfej, akkor őre azt lehet mondani. Egy tipikus pszichológiai eset. Konkrétan egy hadibarokban. Na mindegy, most ebben ő jött ide, ő is jött ide.
művezetni. Igazi ostoba barom. Nagyon szakadt az első, most már mindjárt süt a nap. De mellettem levő, itt a jobb oldalon levő szinttel hétfő óta kínlódnak. Öt napja kínlódnak vele, hogy bálítsák a mellettem levő szinttel, és még nem sikerült. És még nem sikerült. Korra már kérmel töltött nápolyunk, de amúgy is szeretem a karamát minden formájában. Itt nagy divat egyébként a sós karamella.
No. Előveszem, hogy azt hiszi valaki, hogy a legyészet le fogom öblíteni egy aloe verával, szoktam annak téved. Mert ez, amivel le fogom öblíteni, nem aloe vera. Kérem szépen, tevetelj. Tevetelj. Camelicius, hosszú élet, camel milk, valami arab betűs van rajta, hogy Emirates, camel goodness, Emirates, honnét jött volna? Az Emiratesből? Hát azt nem tudom. Én ezzel fel mielőtt megeszed. Ó, de teljes camel milk, tehát teljes tej, 100% meat from 100%-os camel milk. Halál, halálos kaja. Rá van, hogy halál. No. Aha. Dubai, Emirates, industry for camel milk and produce Nahad 3 Dubai. Ujjaj. Hújjúj. Hát kérem szépen, nézzük meg, hogy milyen a camel milk. Kérem szépen, hát. Kuzin próbálja az evés. Én már ittam ilyet egyébként. Nem véletlenül vettem meg ma. Tudom, megláttam. Kell szépen gyönyörű szép csomagolásba, lefedve, kifinyitva, nagyon szép, úgymond minimalista csomagolás, van rajta egy kicsi kis arany teve, fehér doboz, kék betűk, nem lehet rá semmit mondani. Igen, szépen. Teljesen iható. Van egy érdekes mellékíze, ami nem kellemetlen. Van egy érdekes mellékíze, az valóban, de ez nem kellemetlen mellékíz. Közel nincs olyan határozott mellékíze, mint mondjuk a kecsketejnek. Vagy a birkatejnek. Közel nincs olyan határozott mellékíze. De van. Most tudnám, mihez hasonlítsam.
Nem tudom, mihez hasonlítani. Jó. Kérlek szépen, ez jó. Ez jó. Csak ajánlom valakinek, hogyha valaki netán hozzájut tevetejhez, hogy ne habozom megkóstolni, mert semmiféle negatív dolgot nem tudok róla elmondani. A kiszerűs az mélypont 235 ml, az rejtély 235. Mélypont 235? Hm? Komolyan mondom, hogy csak ajánlani tudom. Csak ajánlani tudom egyszer kipróbálásra, vagy akár. Nem mondom azt, hogy mindenki így, mert nem olcsó. Meg hát nehéz hozzájönni, gondolom, de ez a töröknél most volt. És kérem szépen. Ez teljesen rendben van. Ez teljesen rendben van. Na itt ezt a műfajt előadni.
Az a helyzet, hogy ez egy demolution bontási cég, meg szállító cég. Most bevállaltad egy munkát, amit építeni kell, de szemmel láthatóan nem értenek hozzá. Körülbelül 5-ször húztam meg ezt a szintet. Mindig azt mondják, jó, elmennek, tanakodnak, és mondják, hogy most 5 centi le, 3 centi föl. Valami mindig, valami nem jó a végén. De itt ez meg kínlódnak már vele a másik oldallal. Ebben már hétfő óta kínlódnak ebben a szintekkel itt. Én terjedettem bele hétfőn egy nagyjáboli marasságot, ami majdnem jó volt, aztán azóta módosították vagy 6-szor, de még mindig nem igazán jó.